Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora. Hétfőn a gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó események kapcsán látogatott ide Székesfehérvárra és térségünkbe Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki ennek apropóján érkezett ide a stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lehetek, ez csak a... Talán tulajdonképpen a koronavírus virágjárvány első szakasza után megállapítható, hogy akár a világgazdaságban, de akár a világpolitikában semmi sem lesz ugyanolyan, mint a járvány előtt. Hogyan értékeli a magyar gazdaság, a magyar vállalatok helyzetét? Hát nézze, a magyar gazdaság a világ legnyitottabb gazdaságai közé tartozik. Általában a 10 legnyitottabb gazdaság között szoktak emlegetni minket. Ami alátámaszt az a tény is, hogy 100 milliárd euró fölötti export teljesítményt tud most már 2017 óta minden évben előállítani a magyar gazdaság. Az exportnak és a GDP-nek az aránya olyan 83-85% között van, ez az Európai Unióban a 6. legmagasabb érték. Tehát kétségtelen, hogy a világgazdaság folyamatai azok nagy hatással vannak a magyar gazdaság alakulására is. Ugye a magyar gazdaság exportjának a 79% az Európai Unióba megy, tehát ha még szűkebben akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy az Európai Unió jövőbeli gazdasági folyamatainak alakulása nagy hatással lesz a magyar gazdaság folyamatainak alakulására is. Ugye ebben a helyzetben, egy ilyen gazdaságban az evidens, hogy pénzt kell, hogy adjon az állam, hogy segítse a gazdaság működését. Ebben egyetértés is van kormány és ellenzék között is. A vita az mindig ott szokott kezdődni, amikor azokat a kérdéseket tesszük fel, hogy jó, adjunk pénzt, de kinek, mire, mennyit, hogyan. És ilyenkor általában jön az a könnyűnek tűnő csábítás, hogy szociális alapon szórjon szét pénzt az állam, aminek az eredménye gyakorlatilag a kiszolgáltatottság, mert azt gondolom, hogy a rövid távú segélyeknél hosszabb távú gondoskodásra és hosszabb távú támogatásra tartanak igényt az emberek. Ezért döntöttünk úgy, hogy nem szociális alapon osztunk pénzt, hanem a segély helyett munkát biztosítunk az embereknek, mégpedig oly módon, hogy szövetségesül hívjuk azokat a magyar vállalatokat, akik ezen nehéz időszakban is a beruházásokban, a fejlesztésekben látják a jövőt. Ugyanis aki most beruházást hajt végre, most fejleszt, most vesz új technológiát, új gépeket, az a vállalat hosszú távon egészen biztosan nagyon komoly versenyelőnyre tehet szert, és ezáltal nem csak, hogy meg tudja védeni a nála lévő munkahelyeket, hanem újabb munkahelyeket tud létrehozni. És szerintem a számok önmagukért beszélnek, 904 magyar vállalat, összesen 425 milliárd forintnyi beruházás végrehajtása mellett kötelezte el magát. Ezek a beruházások már meg is indultak, ezek 155 ezer magyar munkahelyet tudnak megvédeni. És látván ennek a programnak a sikerét, a nagyvállalatok számára is meghirdettük ugyanezt a támogatási konstrukciót, amelynek keretében pedig 71 nagyvállalat jelentkezett, hogy nagy beruházásokat hajtana végre, összesen 200 milliárd forint értékben, ami egy hatalmas szám. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy ma a világgazdaságban a hírek szinte kizárólag negatívak, tehát elbocsátásokról, gyárbezárásokról, csődökről szólnak, addig a magyar gazdaságban az elkövetkezendő hónapokban sok száz milliárd forintnyi beruházás fog létrejönni. Ugye, ahogy említette is, segély helyett munkahelyteremtéssel, beruházás ösztönzéssel kívánják segíteni a vállalatokat. Hallottuk itt a szép számokat. Hol tart most összességében ez a folyamat ön szerint? Meddig lehet még ezen folytatni ezen az úton? Ugye az Európai Bizottság úgy döntött a válság kirobbanásakor, megértve azt, hogy a világjárvány nem csak egészségügyi, hanem gazdasági kihívásokat is tartalmaz, hogy 800 ezer euróig az államok gyakorlatilag mindenfajta vizsgálat nélkül adhatnak támogatást a vállalatoknak, hogy átviseljék ezt a nehéz időszakot. Mi ezt a támogatást ugye beruházáshoz kötöttük azzal, hogy 800 ezer euróig adtunk támogatást a vállalatoknak a beruházásaikhoz, úgy, hogy maximum a felét fizette az állam a beruházásnak, azzal a feltétellel, hogy a vállalat így nem válik meg egyetlen egy munkavállalójától sem. Magyarul az összes nála lévő munkahelyet megvédi, az összes munkavállalót, az összes kollégát megtartja. És
egy jó két-két és fél hónapnyi tárgyalás után sikerült megállapodnunk az Európai Bizottság alapban, hogy 800 ezer eurós határt eltörölhetjük, és szeptember 30-áig nyitva volt a lehetősége a Magyarországon működő nagyvállalatoknak arra, hogy a nagyobb ívű elképzeléseiket is az asztalra tegyék. Ennek az volt az oka, hogy már ennek a támogatási program megindításának, hogy azt látjuk, hogy ahogyan is mondta a felvezetőben, semmi nem lesz ugyanolyan, mint volt. Ez igaz a világgazdaságra is. Az automatizmusok megszűntek. Egyáltalán nem tekinthető automatikusnak az, hogy a vállalatok a bezárt gyáraikat nyitják újra. Sokkal inkább a másik oldalról a vállalatok olyan hatékonysági, működési nyomás alá kerültek, hogy sokkal inkább nézik, hogy a saját hálózataikon belül hol kéne fejleszteni, hol tudnának hatékonyabban termelni, mint a korábban bezárt üzemekben. És ez a magyar gazdaság számára nagy lehetőség, mert a magyar beruházási környezet az Európában is párját ritkítja. Azt hiszem, emellett itt mondjuk Székesfehérváron nem kell hosszasan érvelnem. Székesfehérvár az egyik legvonzóbb nagyváros ma Magyarországon a beruházások szempontjából, és eznek a 71 nagy beruházást végrehajtó, 200 milliárd forint nagy beruházást végrehajtó vállalatnak is elkezdtük adni a támogatásokat. A mai lesz az első, amikor egy nagy vállalat megkapja a támogatási okiratot, a támogatási szerződést, majd azt követően megkapja a támogatás összegét is, hiszen az Alcoának, illetve az Arconicnak, illetve a Köfémnek az utód vállalata, ami most a Haumet nevet kapta. Itt egy több mint 9 milliárd forintos beruházást hajt végre Székesfehérvárot, amihez 3 milliárd forintnyi támogatást biztosít a kormány. És ezzel a beruházással a kerék-tárcsa gyártás kapacitását megduplázzák, tehát az 500 ezerről 1 millióra az éves darabszámot, ami egy óriási lépés. Egyrészt a vállalatnál lévő 1220 kollégának a munkahelye stabillá válik, de emellett még 90 új munkahely is létrejön, tehát nem csak, hogy meg tudjuk védeni a már meglévő munkahelyeket, hanem újak létrehozásában is segítkezni tudunk, és ez megint csak szerintem Európában ma nem olyan gyakori. Nemrégiben 40 milliárd forintból épült fel a Köfém új gyártócsarnoka Fehérváron. A kerékterméggyártó vállalata legmodernebb technológiával szerelte fel az üzemet. Egy új üzem alapkőletételére jöttünk most. Egy olyan üzem alapkőletételére, amely a nemrégiben közel 40 milliárd forintból elkészült kapacitásbővítő beruházásunk mellett helyezkedik majd el, és további kapacitásbővítést jelent a Magyarország üzem számára. A piacon jelenleg elérhető leginnovatív technológiát fogjuk telepíteni itt is. Nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy a világ egyik legmodernebb keréktárcsagyártó üzeme készül el ezen a területen a mostani üzem mellett. Manapság oly divatos, ipar 4.0, mesterséges intelligencia, smart manufacturing szavak ebben a gyárban nem pusztán szlogenek, hanem megvalósult valóság. Valóság, mert hisszük, hogy a leginnovatív technológiák alkalmazásával tudjuk biztosítani az elkövetkező évek sikeres működését, és ezáltal kollégáink biztos munkahelyét is. Az elmúlt 25 évben vállalatunk és jogelődei Magyarországon folyóáron megközelítőleg 300 milliárd forint értékű befektetést valósítottak meg. Ezen beruházások következtében ma Magyarországon csúcs technológiával előállított, versenyképes, magas hozzáadott értékű termékek gyártása történik. A magyar kormány támogatására mindig számíthattunk. Hétfőn pedig már le is rakták az alapkövét annak az új 9 milliárd forintból épülő gyáregységnek, amivel bővíti a cég az új üzemet. Mindez több mint 3 milliárdos támogatást ad a kormány. Mint Fehérvár polgármestere a kapacitás bővítés kapcsán hangsúlyozta, ez a fejlesztés talán most még fontosabb, mint az eddigiek voltak. Különösen fontos most ez a beruházás, mert ebben az időszakban ennek az üzenete igenis a bizalom. Bizalom a jövőbe, bizalom azon belül Magyarországba, és bizalom azon belül Székesfehérvárba. Én azt hiszem, hogy talán ezt illik leginkább megköszönni. De közben, mikor nézzük ezt a gyárat, ezt az üzemet, és látjuk már magunk előtt ennek a fejlesztését, azt sem lehet nem észrevenni, hogy az automatizálás szintje milyen. Tehát látnunk kell, hogy a képzés az talán soha nem volt annyira fontos, mint ezekben az évtizedekben. És ebben is egy kiváló együttműködés van a cég és Székesfehérvár és a magyar állam között. És talán itt be is fejezhetném, ha nem egy olyan vállalatcsoportnál lennénk,
amelyik egészen másban is jeleskedett és példát mutatott ebben a két évtizedben, és ezt szeretném város közössége nevében önöknek külön megköszönni. Egy vállalatnak és jogelődeinek, amelyik ezen időszak alatt több mint 2,5 milliárd forintot adott társadalmi felelősségvállalásban Székesfehérvár és Fehér megye közösségei számára, civil szervezetei számára, környezetvédelem számára, szociális területre, egészségügyre, az elmúlt hónapokban adott esetben a járvány elleni intézkedések fehérvári támogatására, de több mint 300 milliót a Szent György Kórháznak, és éppen múlt héten újabb 18 millió forintos támogatást a kórháznak. Én ezt is szeretném megköszönni, és ezt is példaértékűnek tekinthetjük a magyar gazdaság minden szereplője részére is számára. Székesfehérvár országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy a vállalat nem vár ki a járvány végéig, hanem előrelátóan beruház, és már a járvány utáni időszakra koncentrálva erősíti pozícióit. A vezérigazgató úr úgy fogalmazott, hogy alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. Én külön köszönöm és tiszteletre méltó, hogy nem úgy alkalmazkodtak, hogy behúzódtak a csigaházba és várták, hogy mi fog történni, hogyan múlik el majd a járvány, hanem proaktívan előreléptek, igénybe vették ezt a támogatást, beruháznak egy olyan időben, amikor a magyar gazdaságnak igen nagy szüksége van arra, hogy a beruházások megvalósuljanak ahhoz, hogy a magyar gazdaság újra fellendüljön és visszatérjen a régi kerékvágásba. Külön köszönöm, hogy vezérigazgatónak, hogy ez a gyár megtartotta a kőfém nevet, hiszen székesfehérváriként számtalan alkalommal tapasztaltam, hogy a kőfém azért egy brand name Székesfehérváron, és így mindenki ismeri, bár az Alcoa és az Arconic és a Haumet is nagy és ígéretes nevek. A kormány pont ezért folytatja a most tavasszal megkezdett versenyképességnövelő támogatási programját, melyből a fehérvári vállalat is részesül most. Eddig 904 magyar vállalat kapott összesen 425 milliárd forintot munkahely megőrzésre és beruházások ösztönzésére. Most újabb 71 magyar vállalat támogatására van lehetőség 207 milliárd forint értékben. Ezzel pedig újabb 61.600 munkahelyet tudnak megvédeni. A külgazdaság és külügyminiszter hangsúlyozta, a járvány kapcsán globális verseny indult meg a világban a termelési kapacitások újrafelosztásáért. A bezárt gyárak nem indulnak újra automatikusan, hanem a nagyvállalatok azt vizsgálják, hova érdemes inkább kapacitásokat helyezni. A külügyminiszter hozzátette, a mostani beruházással tovább erősödik az ország helye a világ autóiparában is, ahol jelenleg a 19. helyen áll export tekintetében. Megemlítettük, hogy a Székesfehérvárt, azt is elmondhatjuk, hogy szintén a hétfői nap, azaz a mai napnak a híre, hiszen ez a beszélgetés ugye majd felvételről látható. Szabadbattyányban a Lokszolnál is egy hasonló támogatást adtak át, ami szintén különleges itt a térségben. Igen, ugye a helyzet az, hogy számos olyan magyar kis és közepes vállalkozás van, mint például a Lokszol is a maga csoportszintű 42 munkavállalójával, amely olyan egyedi terméket tud előállítani, amely egyrészt a magyar piacon versenytársát ritkítja, másrészt pedig egy jó kiinduló alap arra, hogy akkor ne csak Magyarországon, hanem a nemzetközi piacokon is segítséget nyújtsunk az adott társágnak. A Lokszol aggregátorokat gyárt. A magyar piacon abszolút piacvezető, de itt az alkalom arra, hogy a külpiacokon is megméresse magát. És mivel számos ilyen vállalat van, ezért úgy döntöttünk, hogy egy külpiacra jutási támogatási programot indítunk el, mert azt látjuk, hogy a nemzetközi piacokon is minden újra rendeződik, egy csomó vállalat elvesztette az exportképességét, új külpiacok, új exportpiacok nyílnak, és ide segítjük, hogy a magyar vállalatok ide belépjenek. És 2 milliárd forintból 46 magyar kis, illetve közepes vállalkozás induló lépéseit finanszírozunk. A Lokszol például a török piacra kérte ezt a támogatást, 18,5 millió forintot kapnak, ahhoz, hogy török nyelvű promóciós anyagot állítsanak elő, hogy elmenjenek és üzleti partnereket kell tárgyaljanak, hogy részletes piackutatást és tanulmányt végezzenek. Tehát szerintem itt az idő arra, hogy ne csak
defenzíven álljunk az exportpiaci kérdésekre, hanem offenzíven is. És mivel nem csak a magyar, hanem más gazdaság is kihívásokkal néz szemben, nem csak a magyar, hanem más cégek is nehézségekkel szembesülnek, ezáltal megnyílik a lehetőség arra, hogyha most valaki tud egyet lépni, akkor az le tudja körözni a vetélytársait. És ez tulajdonképpen már a Nemzeti Exportvédelmi Programhoz kötődik. Így van, a Nemzeti Exportvédelmi Program egy 25 milliárd forintos támogatási program, amelyből 2 milliárd forintot tesz ki a külpiacokra jutást támogató programelem, ahol kifejezetten a kis és közepes vállalkozásokat támogatjuk. A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nemzeti exportvédelmi programot indított, amely a vírushelyzet következtében nehéz helyzetbe került. Az export teljesítményüktől nagy mértékben függő vállalkozások támogatását kívánja szolgálni. A kis és középvállalkozások közül 46 kap majd támogatást. Elsőként a szabadbattyáni aggregátorokat, dízel áramfejlesztőket gyártó Luxol Kft. Vezérigazgatója vehetett át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől támogatói oklevelet. A Luxol Kft. A jövőben a török piacon szeretne további növekedést elérni. A támogatott projekt volumene mintegy 31 millió forint, amihez a magyar állam 18,5 millió forinttal járul hozzá. Magyar tulajdonosi körű, magyar munkavállalókat foglalkoztató vállalkozásunk az alternatív elektromos energiaszolgáltatás piacán dolgozik. Hálózatunk országos képviselete mellett törekszünk a helyi térségi fejlődés támogatására, partnercégekkel és társadalmi szervezetekkel egyaránt. Működésünk alapjait a versenyképes tudás adja, stratégiánk középpontjába alappéréként a tudás megszerzését, megtartását és fenntartható kiaknázását helyeztük. Célunk a magas hozzáadott érték előállítása, 21. századi technológiát képviselő termékeink és szolgáltatásaink értékesítése belpiacon és külföldön egyaránt. Országhatárokon túlmutató vevőkapcsolataink Közép-Európa térségét ölelik fel elsősorban, azt helyezik a középpontba, de közvetett külpiaci beszállítóként állami vállalatokkal együttműködve olyan egzotikus országokba is eljuthattunk, mint Indonézia vagy Uganda. A társaság 2017-ben török-magyar államközi megállapodáshoz kapcsolódóan az Ankarában megrendezett török-magyar üzleti fórumon együttműködési megállapodást kötött a harmadik legnagyobb török gyártóval, az EMSA Generatőrrel. Az együttműködés mindennapjait jelzi, hogy ezekben a napokban is két törökországi szakértő segíti, támogatja munkánkat, speciális szakértelmével hozzájárulva a kint látható mobil aggregátoraink installálási munkálatainak lezárása terén. Fejlesztésünk alapkoncepcióját is törökországi partnerünk származtatta, az onnét érkezés megkeresés adta az alapötletünket. Török partner közös üzletember találkozókat törökországi helyszínen javasolt számunkra, melyek alkalmasak lennének a Kft. Által 2013 óta gyártott egyedi tervezésű és kialakítású MAG, azaz magyar aggregátor típusú termékeink forgalmazására. Külpiaci pozíciónk kiépítése szervesen illeszkedik vállalati stratégiánkba. Több lépcsős terveink között szerepel a vállalati folyamataink informatikai támogatása, raktározási kapacitásaink bővítése és egy külföldi, külpiacon megjelenő disztribúciós hálózatnak a kialakítása. Varga Tamás államtitkár köszönetet mondott a Fejér megyeiek nevében a támogatásért, illetve arra biztatta a céget, hogy folyamatosan keresse a további támogatói lehetőségeket és éljen is ezekkel. Ezzel a támogatással, amelyel a Luxol Kft. Élt is, a pandémia következtében kialakult gazdasági helyzetben segíteni kívánjuk azokat a vállalkozásokat, amelyek már eddig is jelen voltak az export piacon, de a járványhelyzet miatt a stabilnak tűnő helyzetük esetleg megrendült, illetve most kívánják bővíteni kapcsolataikat, mint a Luxol Kft., amely a magyar-török relációban kíván újabb hídfelállásokat elfoglalni, és bízunk benne, hogy egy win-win, mindenki nyertes
szituációban egy sikeres újabb lehetőség nyílik meg egy magyar vállalkozás számára, egy magyar termék, egy magyar tudás alapján kifejlesztett termék értékesítésére Törökországban, illetve más piacokon. A magyar gazdaság egyik legnagyobb ereje az exportban van, éppen ezért a kormány több programmal is segíti a nemzetközi piacokon szereplő, illetve oda igyekvő vállalkozásokat. Szép számokat említett mind a két program kapcsán, ami tulajdonképpen az exportot vagy akár a versenyképességet segíti. Mondhatjuk azt, hogy összességében nagy az igény érdeklődés ezek a programok iránt? Ajaj, általában ezeket a pályázatokat gyakorlatilag a kiírás napján már fel kell függeszteni, mert olyan mértékű igény jön be rá. Amikor első körben a beruházás támogatási programot kiírtuk 800 000 eurós határig, akkor először egy 50 milliárd forintos keretben gondolkoztunk. Ezt először a kormány megemelte 100 milliárdra, majd 150-re, majd 169 milliárd forintra. Miután kifizettünk az első körben mindenkit, a különböző egyeztetések nyomán maradt 18 milliárd forint, gondoltuk, hogy akkor egy újabb pályázati kört kiírunk. 3 hete, egy kedd reggel 8-kor megnyitottuk a pályázati kört, aztán 8:15-kor le is kellett zárni, mert már ez alatt 98 vállalat adott be pályázatot 44 milliárd forintnyi beruházásra. Ez mutatja egyébként az elképesztő életerejét a magyar gazdaságnak, hiszen ha mondjuk 10 esztendővel ezelőtt érte volna hasonló kihívás a magyar gazdaságot, az valószínűleg ledöntötte volna a lábáról. Ma viszont a magyar vállalatok nem bezárkózással, befelé fordulással, csőddel vagy elbocsátásokkal reagálnak erre a nehéz helyzetre, hanem újabb beruházásokkal. És ez mutatja, hogy az elmúlt 10 esztendő kőkemény munkája megérte. Vagy akár fejlesztésekkel is, hiszen ez is nem régiben volt hír, hogy gyakorlatilag elkészült lélegezgetőgép, ami magyar lélegeztetőgép is, az is gyakorlatilag világszínvonalú, hogyha jól tudom, ez a fejlesztés. Igen, hát a koronavírus világjárvány első hulláma sok mindenre megtanított minket. Például arra, hogy a békeidőben teljesen fölöslegesnek tűnő kapacitások, azok nem csak hogy aranyat, de emberéletet érnek a nehéz időszakban. Ugye emlékezhetünk arra, hogy micsoda vérre menő küzdelmet sokszor sajnos szó szerint kellett folytatni Kínában azért, hogy megfelelő számban maszkot, lélegeztetőgépet, védőruhát tudjunk importálni. És a nagyon fontos következtetése az is ennek az első hullámnak, hogy egy ország minél több saját gyártási kapacitással rendelkezik, ezen kritikus termékek esetében annál jobb helyzetben várhat egy-egy ilyen nehéz időszakot. Ezért is döntöttünk úgy, hogy nem csak maszkgyártási kapacitást, hanem lélegeztetőgépgyártási képességet is felépítünk. És ugye Vácott egy izraeli-magyar koprodukcióban sikerült elindítani a gyártását azoknak a lélegeztetőgépeknek, amelyek egyértelműen a világpiac vezető technológiáját alkalmazzák. Az első 1000 gép leszállításra is került, és innentől kezdve már nem csak a magyar ellátási igényeket, hanem a nemzetközi, tehát az exportpiacokon történő megjelenést is egyértelműen célul tűztük ki. Hogyha már a második hullámot említette, akkor mit vár el a magyar kormány a nemzetközi szervezetektől a második hullám ideje alatt? Hát nézze, az látszott az első hullám alatt, hogy a nemzetközi szervezetek gyakorlatilag nem tudtak megfelelő koordinációs képességekkel fellépni, gyakorlatilag magukra hagyták az országokat, sőt, sok esetben inkább gátolták a védekezést, mint hogy segíthették volna. Hát emlékezhetünk rá, hogyan a világjárvány első hulláma alatt néhány nemzetközi szervezet tisztségviselői csak arra voltak ráva, hogy a magyar szabályozás az éppen kinek ad milyen felhatalmazást és mennyi ideig, ahelyett, hogy azzal lettek volna elfoglalva, hogy mindenhol legyen lélegeztetőgép, meg minden országnak segítsenek az egészségügyi és gazdasági védekezés felépítésében, ehelyett ilyen képmutató módon politikai támadásokra használták fel ezt az időszakot, ami én azt gondolom, hogy visszataszító, mert amikor emberéletek forognak kockán, akkor nem politikai támadásokat kéne indítani egy ország ellen, nem segítséget nyújtani. Tehát azt várjuk el a nemzetközi szervezetektől, hogy most próbáljanak meg segíteni az országoknak. Ha ez nem sikerül, akkor legalább ne gátolják a védekezés sikerességét, mert az ember életekbe kerülhet. Szintén friss hír, hogy a V4-ek koordinálják a lépéseiket a koronavírus ideje alatt.
Igen, itt ez egy jó tapasztalat volt az első hullám alatt, hogy a közép-európai országok köztük a visegrádiak nagyon jól együtt tudtunk működni, jól tudtuk összeegyeztetni a lépéseinket, a védekezési intézkedéseink úgymond ültek és segítették a másik ország védekezését is. Fontos, hogy a tanúságokat is közösen vonjunk le. Fontos, hogy a békeidőben jól funkcionáló együttműködés az ilyen veszélyes kihívásokat tartalmazó rendkívüli időszakokban is szoros legyen. Segítettünk egymásnak nagyon sokat külföldön rekedt állampolgárok hazautazásában, a határokon átnyúló teherforgalom gyorsításában, segítettünk egymásnak az ingázók vonatkozásában, hogy a határ két oldalán ne álljon le a gazdasági működés. Tehát nagyon sokat segítettünk egymásnak, jól tudtunk együttműködni az első hullám alatt, és ezért most fontos, hogy a második hullám alatt is a lehető legjobban összehangoljuk a lépéseinket, hogyha valaki valamilyen döntés hoz, jelzi előre a többieknek, az segítséget jelent. Úgyhogy ez egy fontos dolog, hogy a visegrádi együttműködés az nemhogy gyengült volna a nagyon nehéz időszak alatt, hanem még tovább erősödött. Eddig is az Európai Unió legerősebb és legszorosabb és legeredményesebb szövetsége volt a visegrádi együttműködés, most ez pedig még inkább így van. Elmondtad ez az uniós együttműködésről is, hogy látja? Hát nézze, az első hullám alatt sajnos a brüsszeli koordinációnak a jelentősége az gyakorlatilag minimális volt. Későn ébredt az Európai Unió, világossá vált, hogy az úgymond békeidőben úgy elketyegő mechanizmusok a nehéz időszakokban egy fabatkát sem érnek, és nem képesek arra, hogy segítséget nyújtsanak a tagországoknak. Úgyhogy sajnos az látszott, hogy amit a tagállamok nem oldottak meg, az nem is került megoldásra. Tehát a jövőben is gyakorlatilag magunkra, illetve a tagországok közötti együttműködésre számíthatunk. Néhány területen talán az Európai Unió tud valamifajta koordinációt végrehajtani, de az bizonyosodott be, hogy rendkívüli időszakban a tagállamoknak maguknak kell dönteniük. Itt a beszélgetésünk végén visszakanyarodnék, amivel kezdtük, a gazdasággal, és ahogyan is említette, Székesfehérvár egy vonzó környezet a befektetések, a befektetők számára, és ha pontosan akarok idézni, márciusban adtunk először hírt arról, hogy az egyik fontos eleme az úthálózat fejlesztésnek az, hogy az Ocean körforgalom átalakításra terülhet, amelynek a tervének az engedélyeztetéséről már akkor döntöttek, és akkor hírt adtunk. És azt is tudjuk itt Székesfehérváron, hogy ez állami beruházásban valósulhat meg. Hát ha jobb információi, vagy bennfentesebb információi vannak, hogy mikor valósulhat meg ez, mikor lehet erről döntés, vagy van-e már erről döntés? Hát nézze, az, hogy javítani kell ott a helyzetet, most már meg kell oldani a helyzetet az osanos körforgalma, az nem lehet kérdés. Tehát mindenki, aki már legalább egyszer járt Székesfehérváron, az pontosan tudja, hogy ott a helyzet tartatatlan, beruházói szempontból is, meg hát a mindennapi élet szempontjából is veszélyes, kockázatos hely, balesetek szempontjából az a környék, tehát nyilvánvalóan ezt meg kell oldani. Meg is fogjuk oldani természetesen. A közlekedést felügyelő minisztériummal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal folyamatosan egyeztetünk erről a kérdésről. A héten a gazdasági kabinet tárgyalni fogja a forrás kérdését, hiszen abban mindenki egyetért, hogy meg kell csinálni, gyorsan kell rá pénzügyi forrás, a tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van, ezután közbeszerzést kell kiírni, utána pedig végre kell hajtani az építkezést. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium össze is állította, hogy milyen pénzügyi fedezetre van szükség, ugye első körben 800 millió forintra, majd utána körülbelül egy 2,5 milliárd forintra. Mi a magunk részéről, tehát a külügyminisztérium részéről támogatjuk az ITM-et ebben a törekvésben, és remélhetőleg a héten a gazdasági kabinet már döntést tud hozni a forrásoknak a kiutalásáról. Tehát akkor hamarosan megoldódhat ez a probléma. Azon vagyunk, hogy így legyen. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, itt láttam. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!